A pünkösdi hosszú hétvége után ma is reggel óta folytatódnak az oltások országszerte. Reggel megjelentek a friss adatok is, ezek szerint már több mint 5 millió 26 ezeren kapták meg legalább az első oltást, és csaknem 3 millió 80 ezeren a másodikat is. Mára tovább javultak a járvány adatok is. Tegnap 164 új fertőzöttet azonosítottak, és 21-en vesztették életüket a szövődmények miatt. Az aktív fertőzöttek száma 102 ezer alá csökkent. 10-20-30. Vakcinával töltötték fel a hűtőtáskákat a debreceni kormányhivatalban. A Moderna mellé Janssen is került, utóbbiból újabb 2000 adag érkezett. Az oltóanyagokat a Hajdú-Bihar megyei házi orvosok között osztják szét. Rendkívül fontos a több mint 260 praxisban dolgozó vegyes és felnőtt háziorvosnak a munkája, ugyanis ez egy nagyon könnyű hozzáférhetőséget biztosít a lakosok számára, nem kell beutazniuk az oltóhelyre, hanem ott a településükön felvehetik az oltást. Janssen szállítmányt kapott kedd reggel a kecskeméti kormányhivatal is, ide 1500 ember beoltására elegendő mennyiség érkezett. 18 év fölött bárki megkaphatja ezt az oltást, akár krónikus betegek is megkaphatják, ellenjavallata tulajdonképpen különösebb nincs. 3 hónapig eláll hűtőben, ez is különösen kedvezővé teszi ezt a vakcinát, hiszen ezáltal hosszabb ideig tárolható, illetve az is mellette szól, hogy ez egy egydózisú vakcina, nincsen szükség második körös oltásra. A vakcina biztosított, folyamatosan adják is be. Győrben az összes oltópont működik ma, több mint 2000-en kapják meg az injekciót. Nagy üzem van, mint ahogy a tegnapi napon is, annak ellenére, hogy ünnepnap volt. Nagyon sokan jönnek most második oltásra. Igazából mind a két oltópontunkon ugyan ez látható, mint itt ilyen kép fogad mindenkit. Nagyon sokan jönnek. Sinopharm második oltás, és a másik helyen pedig Pfizer első és második oltás van. A Pfizer mellett Sinopharm, Sputnik és AstraZeneca oltásra lehet időpontot foglalni online. A kórházak folyamatosan frissítik az elérhető vakcinákat. Az elmúlt néhány napban közel 13 ezer oltást hajtottunk végre a megyében Pfizer oltóanyaggal, és ennek nagyjából az egyharmada első oltás volt. Úgyhogy örömteli dolog, hogy jönnek és foglalják az időpontot az első oltásokra, de az is örömteli, hogy a második oltásokra is igényt tartanak. Országszerte jól halad az oltási kampány, már több mint 5 millió 26 ezeren kapták meg legalább az első oltást, csak nem 3 millió 80 ezeren pedig már a másodikat is. A honvédségi oltóbuszok is járják az országot, ma Tolna megyében állomásoznak. Az országos tisztifőorvos, Faddon, arról beszélt, hogy az oltási programnak köszönhetően jelentősen javult a helyzet, de még nincs vége a járványnak, ezért aki csak teheti, adassa be a vakcinát. Müller Cecília hangsúlyozta, fontos, hogy az emberek a második dózist is felvegyék, mert a teljes, hosszantartó védettség csak azzal alakul ki. Tudjuk, hogy itt marad, itt van a vírus, a járványügyi készenlétet, a biztonságot folyamatosan fenn kell tartanunk. Sajnos még nincsen vége a pandémiának, zajlik a világban, de semmi más, mint a védőoltásnak köszönhetően láthatjuk azt, hogy valóban, ha fogékony szervezetet nem talál köztünk a vírus, akkor előbb-utóbb majd valahova más területre vándorol. Közben tovább javultak a járványadatok, 164 új fertőzöttet azonosítottak tegnap, és 21-en vesztették életüket a szövődmények miatt. Az aktív fertőzöttek száma 102 ezer alá csökkent. Kórházban 1400 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 159-en vannak lélegeztetőgépen.